Nagy szeretettel köszöntöm az időközben megérkezett Harmadta János professzor urat, aki pszichiáter, és már volt vendége az egyetemünknek. Nagyon élvezetes volt az ő előadása, és abból is nagyon sokat tanultunk. És ahogy a előadásának a címét olvassuk, azt hiszem, hogy mindannyian nagy izgatottsággal várjuk ezt az előadást, hiszen azt tudjuk jól, hogy a gyülekezeti tagoknak, a ránk bízottaknak nagy szükségük van a megújulásra. De azt viszont magunkban érezzük sokszor, mi lelki gondozók, lelkészek, hitoktatók, hittantanárok, teológiai tanárok is, hogy nekünk is szükségünk van a lelki-pszichés megújulásra. És most Szevi püspök úrnak a arca van előttem, amikor én elindultam a pályámon, ő azt mondta, hogy amit itt az egyetemen tanulunk, az 5 évig elég lelki munícióként, de én azt gondolom, hogy nem csak a lexikális ismeretünket kell megújítani, nem csak ezekre van szükségünk, hanem valóban a mentális, a lelki gondozói készségeink fejlesztésére is nagy szükségünk van, amit híven szolgál a Lelkész Akadémia, hogy ennek egy kis reklámot is csináljak, a Lelkész Akadémiai alkalmaink is, az egyetemünkön folyó továbbképzések is. Úgyhogy ezen gondolatok jegyébe hallgassuk meg professzor úrnak az előadását. Tisztelt rektor úr, tisztelt professzor urak, tisztelt hallgatóság, én nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást és ezt a fölvezetést. Nekem nagy tisztesség, hogy itten pár percig igényvehetem az önök türelmét. A rendelkezésemre álló idő lehet, hogy önöknek hosszú lesz, nekem már előre is nagyon rövidnek tűnik, de megígértem, hogy én ebben pontos leszek. Amíg betöltődnek a diák, addig hadd kapcsolódjak Falus professzor úrnak a kiváló előadásához egy mozzanattal. Ő említette a vietnámi veteránok esetében a PTSD-nek a megállapítását, ugye posztraumás stressz szindróma, és én a magam tudományából, a pszichodinamikus szemléletből ehhez egy kis adalékkal szolgálnék. Nevezetesen, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát elmentek ugye az amerikai katonák Vietnámba, méghozzá jó részt önként mentek a demokráciának a védelmében, és ugye a harctéről visszatérő katonák, azok normális esetben a veteránok, akiket a tisztelet övezi és a haza hősei. Igen ám, ez valóban, tehát sok mindent átélnek ugye a harcmezőn, de mégis, mire visszatérnek, veteránok és hősök lesznek. A lélektana ez. Azonban bekövetkezett közben Amerikában egy nagy változás, nevezetesen megváltozott a közhangulat a média hatására, és ezeket gyilkosoknak, bűnözőknek vélték és titulálták, tehát mikor hazamentek, az egy óriási csalódás volt, az volt a második sok, tehát 2 sok van, ugye az egyik, amit átél a harcmezőn, és akkor hazamegy, és ahelyett, hogy ő veterán lenne és köztiszteletnek örvendene, ő a gyilkos, a szemét, stb. Ezt nem lehetett kibírni, tehát itten traumatizálódtak, tehát egy kétszeres traumatizálódásról van szó, nem véletlen aztán, hogy az ő körükbe alakult ki hihetetlen mennyiségben az a PTSD, amit egyébként már korábban is megvolt, de ilyen formában és így ebben a formában ennek kapcsán került be a diagnosztikai kézikönyvekbe. Na most már van ábrám is, és akkor kitanulmányozom én is itten a dolgokat, és nem hoztam visszapillantó tükröt, mert ugye az lenne jó, nekem lenne egy ilyen, és látnám a táblát, úgyhogy nekem is azt nézni kell. Na, még azért barátkoznunk kell. Aha, így van. Jó. Igen. És szeretném mondani, hogy igen. Elhoztam a konfirmációs képet, ez 1958-ból van. Váradi püspök úr van rajta, és Madocsai Miklós lehet látni fiatalosan ott a képen. A harmadik lelkész, az bizony már én se tudom, én pedig itt vagyok, itten. Volt nekem egy mutatóm is, igen. Itten. Ugye? Azt a kislányt, akinek udvaroltam, már nem mutatom meg, ezt tessék nekem elengedni.
Ez a továbbítás még nekem talányos egy picit, hogy mely gombját. A görgetővel lehet legegyszerűen görgetni, hát föl vagy le. Igen, jó. Na kérem szépen, hát hogyha a témába megyünk be, akkor tulajdonképpen szeretnék közös pontokat találni és eltérő pontokat találni a lelkészi foglalkozás és az én foglalkozásom között, hisz valahogy szükséges ezt a hidat megalkotni az előadáshoz. Tulajdonképpen a közös pontok mind a kettőben az, hogy van egy hivatásbeli felhatalmazottságunk a lelkésznek arra, hogy szolgálhat, prédikálhat, temethet, keresztelhet, stb. Nekünk is, pszichoterapeutáknak és pszichiátereknek van egy bizonyos felhatalmazottságunk, mint pszichiáter, nota bene, van még nekem egy drukkerem is. Tetszenek tudni, mi a drukker? A drukker az a zárt osztály ajtaját nyitó kulcs. Ez azt jelenti, mi nem csak be tudtunk menni, hanem ki is tudtunk jönni. A Lipóton volt ilyen drukker, és én is büszkén őrzöm otthon, sosincs rá szükség, de őrzöm otthon a kis drukkeremet. Na mostan, de ugyanígy a hivatásrendi etika, előírások, azok is tartanak hozzá, de van egy fölhatalmazottságunk is, és van egy hivatásrendi védelmünk is, ez megvan mind a két hivatásban, ez jellegzetes, de az is igaz, hogy van egy örökös készenlétünk, nekünk orvosoknak is, és a lelkészeknek is igaz, jön éjjel valaki, és bekopog a parókiára, bizony szükséges vele foglalkozni, és van egy professzionális és dedikált kapcsolat a hívekkel, nekünk pedig a kliensekkel, ez, és ennek megvannak a szabályai, ez eltér a hétköznapi emberi kapcsolattól. Ugye ez nagyon érthető. És van, ahol félig meddig vannak közös pontok, a személyes tanácsadó gondozási kapcsolat is van, és példamutatás, ez mind a kettőnknek kötelezettsége, és egy ilyen rejtett kötelezettsége, és még az előadásban majd ki fogok erre térni, mert azért ez nem egy egyszerű dolog. Jó. De mostan vannak különbségek is, ez a dia mutatja a különbségeket. Ugye a lelkész például én sokáig nem jöttem rá, de aztán rájöttem lelkész barátaimtól, a lelkész az hétvégén is dolgozik, sőt fordított életet él, nem? Mert amikor a többiek vikendeznek, akkor van neki a komoly munkanapja. Tehát, hogy ez egy elég nagy különbség, és nagyon sokan nem is veszik figyelembe, azt hiszik, hogy hétközben is kell dolgoznia, meg a hétvégén is kell dolgoznia. A másik az, hogy van egy spirituális értékrend közvetítés, ugye mi a lelkésznek egy alapfeladata, nekünk pszichoterapeutáknak ez nem alapfeladatunk, annyira nem, hogy a pszichoterapia kódexben benne is van, hogy ugye nem erőltetünk rá értékrendet a kliensre, páciensre, volt is már ebből nekem vitám, ilyen keresztény orvos konferencián, de hát ebben az esetben a szakmát kell képviselnem, és azt mondani, hogy bizony, ez nem helyes. A lelkész képzettségében ugye nincs benne a saját élmény, de ez megszerezhető persze. Ő képviseli az egyházat, és viszont a munkahelye meg kötött és diszpozíció alatt áll. Mi pszichoterapeuták, meg ilyen normál emberek egyébként, meg ugye, ha nem tetszik ez, akkor váltunk arra. Ez egy nagyon nagy különbség, és a foglalkozással összefüggő stressz helyzeteket és pályaívet illetően ez egy jelentős különbség. És még egyet szeretnék mondani, a szószék távolságot a hívektől. A lelkészeknél, ezt én most a másik oldalról mondom, jó? Tehát a pszichokommunikációs ember oldaláról, hogy nagyon sokszor lehet, és ezek tudattalan folyamatok, szocializált folyamatok, egy szószék távolságot, tehát ezt a 3-4-5 métert és lefelé 30 fokot, tehát ezt tapasztalni a kommunikációba. Ami nálunk meg nem, ugye mi pszichoterapeuták meg úgy, nálunk meg egy másik probléma van, azért a tükör legyen kétoldalú, nálunk a pszichoterapeuták meg halkan beszélnek. Mikor a kollégáimmal értekezetet tartunk, akkor ez egy motyogó kórus. Mert ugye a két személyes helyzethez vagyunk szokva, és nem ordítunk bele a szegény páciensnek a fülébe, következésképpen hozzászokunk egy ilyen halk kis beszédhez.
amiben egyébként, hadd mondjam, rengeteg agresszió tud meghúzódni. Húha! Tessék vigyázni azokkal, akik halkan beszélnek. És keresni benne az agressziót. Na mostan, ha megfáradásról, mert ugye a megújulást a megfáradással kell kezdeni, ha nincs megfáradás, akkor nem kell megújulni se. A megújul a fekfáradásban azt mondanám, hogy van ebben ilyen rövid távú dolog, a testi fáradtság, ez egy nyilvánvaló, tehát hogy teljes mértékben tudjuk és érezzük, hogy most elfáradtunk, jól esik leülni, jól esik megfrissülni, jól esik lefeküdni, aludni, és másnap fölkelünk reggel, hó, megint friss minden, és minden rendben van. Aztán később, úgy 40 év után fölkel az ember, és érdekes, mintha nem aludt volna eleget. 50 év után fölkel az ember, és azt mondja, hogy már az alvás se segít, még mindig van valami fáradtság, ugye? Tehát egyre nehezebb kikvihenni, de ki lehet. Van azonban egy rejtett fáradtság, és ez már sokkal izgalmasabb nekünk, ez a lelki és érzelmi fáradtság, tehát abban, ami alattomosabb, sokkal alattomosabb, nem érezzük. Azt érzem talán egy idő után, hogy jé, most megint be kell menni a munkahelyemre, megint milyen feladataim vannak, és úgy elkezdenek a feladatok tornyosulni. Ez már azért egy érzelmi fáradtsági jel is tud lenni. És lehetséges, időleges a fáradtság, és lehet tartós. A tartós az, hogy nincs rekonvaleszencia, nem pihenem ki magam, igazában igyekszek erőfeszíteni, és menni tovább, és csinálni, de igazában állandóan bennem van egy fáradtság érzés, és hogyha ez még súlyosbodik, akkor jön három dolog, az egyik a fásultság, elvesztem az érdeklődésemet, fásultá válok, és ebben a fásultságban vagyok. Egy kis professzionális festékkel ezt sokáig takargatni lehet, ezt a belső fásultságot, aztán kiütközik később. De ennek van egy másik része, és ez sokkal kínzóbb, a belső kiüresedés. A belső kiüresedés, a belső, amikor egy ürességérzés lép fel. Kérem szépen, ez már egy nagyon kínzó, nagyon rossz érzés. Tehát ilyen rossz érzés tulajdonképpen a kóros szorongás tud lenni, mint ez a belső kiüresedtség. Már ki vagyok teljesen, nem. És aztán jön természetesen a harmadik fokozat, a kiégés, talán még erről fogok pár percet beszélni. Na mostan a pszichoterápiás esetben nem tudok ilyen sokat elolvasni. Hát előadón is kell, hátra is kell fordulnom, olvasnom is kell, úgyhogy azt mondom, ami a fejemben van, jó? A diákat pedig tessenek szépen olvasni. Tehát azért ez a dia ugye arról szólna, hogy a pszichoterápiás munkában a páciens pszichikuma az a munkánk tárgya. Viszont a munkánknak az eszköze, amivel dolgozunk, az a saját pszichikumunk. És ezt a pszichikumot kell alkalmassá tenni, és ezt a pszichikumot arra, hogy erre a munkára képes legyen. Erre az ismeretek szerzésen kívül két olyan eszköz van, amiben a mi munkánk speciális. Az egyik az úgynevezett saját élmény, vagy öntapasztalás, minden terápiás eljárás másképp fogja. Tehát nekünk is terápiába kell mennünk, és terápiába kell lennünk, és legalább annyi órát terápiába kell lenni, amiben a páciens majd nálunk terápiába lesz. Ugye? Tehát ez nem kevés. Tehát én három terápiás eljárásban szereztem képzettséget, és vagyok kiképző is. Az egyik a pszichoanalízis és a rövid analitikus terápiák, a másik a pszichodráma, a harmadik a csoportanalízis. És hát mondjuk pszichoanalitikus kaucson eltöltöttem több mint 500 órát, a csoportterápiában ilyen 150-et, a másikban 200-at, szóval úgyhogy még többet. Tehát összeszámolom, azért ugye megvan gyalulva a lelkem. A saját élménél van egy téves dolog. Sokan azt gondolják, hogy a saját élmény az azt jelenti, hogy majd megmondják nekem, hogy milyen vagyok. Majd a másik, meg majd szakember majd megmondja. Nem.
A saját élmény az azt jelenti, hogy elkezdek egy folyamatot, és ebben a folyamatban egy szakemberrel való, vagy egy terapeutával való kapcsolatban nekem kell rájönni, és ez sokszor egy fájdalmas folyamat, hogy én nem úgy működök, ahogy én szeretnék, vagy ahogy én elgondoltam. És belső kis krízisek sorozatán keresztül fogom megérteni azt, és fogok eljutni valahova, hogy ne úgy legyek. Nem erre mondani Falus professzor úr jelenlétében, mert ha genetikusok vannak, az mindig egy emelt domány, de azért megkockázhatok egy megjegyzést, és ha ő nem, azonnal nem cáfolja, akkor elmerem engedni itt a teret. Nevezetesen, hogy van egy érdekes dolog. Amit megszerzünk magunkra, amit magunkba fektetünk be, amit a mi személyiségünkbe használunk föl, azt továbbadjuk az utódjainknak is. És professzor úr igen intett. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon komoly felelősség is. Ezért érdemes befektetni a saját személyiségünkbe. Függetlenül szinte attól, hogy milyen foglalkozást űzünk, nekünk pszichoterapeutáknak kötelező. A másik ugye, hogy a szakmánkat nem lehet megtanulni, semmilyen jó tankönyvből nem lehet megtanulni. Azt készségekként kell kifejleszteni. És ennek a készségfejlesztésnek, ennek a gyakorlásnak egy nagyon fontos mozzanata a szupervízió, ami egy utólagos korrekció, tehát én elmondom, hogy én mit csinálok a pácienssel, egy tapasztalt kollégának, és ő nem azt mondja el nekem, hogy én milyen hülye vagyok, és mit csináltam rosszul a pácienssel, hanem elkezdi igazában az én viszonyulásomat a pácienssel elemezni. És ha én abból többet megértek, akkor én másképp fogok viszonyulni. Notabene a páciens is ezt meg fogja érezni. Na most itten... Ezt, amit elmondtam, ezt a diát, ezt lényegében itten olvasni is lehet, és akkor megyek tovább egy lépéssel, nevezetesen, hogy milyen elfáradások lehetségesek a pszichoterápiás munkában. Van egy olyan dolog, hogyha a másik ember nekünk elmond valamit, Ácsi, ez a lelki gondozásban is így van, az bennünk érzéseket, hullámokat kelt, és elkezdtünk ahhoz viszonyulni. Ennek a viszonyulásnak a része két dologból jön, az egyik a saját élettörténetünk, felfogásunk, rezonanciák, a másik része viszont abból jön, amit a páciens hozott ránk, vagy ruházott ránk. Például jön egy páciens, és igyekszik engem fölbosszantani. És én valóban föl is bosszankodok, ez teljesen rendben van. Így vagyok berendezkedve. De ha nem tudom végig gondolni, hogy én miről, miért is bosszantottam föl, és ő bosszantott föl tulajdonképpen engem, akkor nem fogom megérteni az egész problémát, ami közöttünk keletkezik, vagy közöttünk van. Szeretnék erre egy rövid példát mondani a fel nem ismert viszontáttételre. Egy esetmegbeszélő csoportban, én foglalkozom kollégák képzésével is, és esetmegbeszélő csoportban elmondta egy kolléganő, hogy egy 20 éves vagy 21 éves fiatal ember a páciense, és ez van vele, és hát a csoportban ugye beszélő egy 20 percet erről, utána abba, és utána a csoport szól hozzá. És amikor mondtam, hogy jó, akkor mostan ugye átadhatjuk a csoportnak, azt mondta, igen, igen, persze. És amikor valaki elkezdett hozzászólni, visszavette a szót, és még mesélt a pácienséről. Megint szólt valakihoz, megint visszavette a szót, megint mesélt a pácienséről. Na hát egy csoportvezetőnek erre föl kell figyelni. Úgyhogy mondtam neki, hogy stop, most egy érdekes dolog történik. Az történik, hogy ő valami miatt nem engedi ki a kezéből a pácienst. Megtartja magának, nem engedi át a csoportnak. És azt kértem, hogy most elvonatkoztatható, hogy az esetmegbeszélő csoport, egy picit próbáljon magába betekinteni, milyen fantáziája van, hogy mit csinálna legszívesebben a páciensével. És erre azt mondta a kolléganő, egy kicsit elgondolkozott, ez jó jel, nem kapásból már. És akkor elgondolkozott, azt mondta, hogy hát legszívesebben
hazavinném és örökbe fogadnám. Ez volt a rejtett, viszont áttételi fantázia. De ez egy óriási kötés jelent. És akkor nem szoktam ezt csinálni, de ez egy nagyon jó csoport volt. Ilyen személyesben nem megyünk az esetmegbeszélő csoporton, ne tessék félni, de ez egy nagyon jó csoport volt, és megengedtem még egy kérdést. Nevezetesen azt, hogy következhet-e az ő élettörténetéből ez? És erre azt mondta, igen. Nekem van egy hasonló korú lányom, és ugyanezekkel a problémákkal dolgozom. Itt volt a korrespondencia. Kérem szépen, ez kifáraszt. Ha ez tudatosodik, már nem fáraszt. De amíg nem, addig köt bennünket és kifáraszt. És a lelki gondozásban is ez van. Köt bennünket és kifáraszt. A következő, a kötődés és leválás kérdése. Ezt mindig szoktam mondani egy kliens kapcsolatban, de lesz szükséges válnunk nekünk is. Nem csak úgy van, hogy a kliensnek a dolga az, hogy terápia végén kezet fogunk, leválik, csinálja tovább. Én hogy vagyok ezzel? És tudják, érdekes módon melyik kliensről nehezebb leválnunk? A jó kliensekről, akit nehezen engedünk el, akit szívesen fogadnánk barátunknak. Szívesen lennénk vele a továbbiakban is, kísérnénk az életét. És aztán az ilyen pszichoterapeuta egy idő után úgy néz ki, mint a tavalyi karácsonyfa, amin ott maradtak a díszek. És hát így rogyadozik már a sok szaloncukortól, meg a díszektől, ugye? Nem szabadulnak föl a lelki vegyértékek a következőre. Nem tud megújulni. A pszichodramatisták, például azok tudják, hogy ki kell hozni a szerepből a klienseket. És azt kell mondani, nagyon egyszerű, például én is voltam pszichodrámán, és eljátszottam valakinek az apját, vagy valaki, hogy én most már nem vagyok a te apád. És ez a kis kijelentés, hogy mágikusnak tűnik, igazából kivesz engem ebből a szerepből, és megszabadítja a belső vegyértékeimet, mert nincs korlátlan szabad kapcsolódási vegyértékünk, ez a megújulásnak az egyik lényege. Tehát a klienseinktől meg tudunk-e újulni. Mondok egy másik dolgot. Én elég sok konferenciát szerveztem, nemzetközit is, és mindig a végén, akkor jönnek hosszú sorban a kollégák, és gratulálnak, milyen jól sikerült konferencia. Ugye még nem tetszettek részt venni rosszul sikerült konferencián, mindig van gratuláció, és mindig minden jó, és mindig minden szép. Én már ebben úgy vagyok, hogy de megfigyeltem magamat. Mindenki gratulál, és elmegy. És nekem földrémlik a lelkész a templom előtt, amikor mennek el a hívek. És mindenki kezet fog és gratulálni, és elmegy. És úgy éreztem, hogy belőlem is visz egy darabot. És mikor a több száz ember elment, akkor ott volt a romos terem, én ott álltam utoljára, és teljesen egy fásult, kiégett és kiürösödött állapotban. És rájöttem, mindenki elvitt tőlem egy darabot. Ez maradt. És nekem kell megújulni. És nekem kell erre fordítani. És akkor hazamentem, én nekem nagyon jó alvókám van, tehát én lefekszem két órára, fölkelek, és utána meg vagyok újulva. Másnap reggel már mentem, és kezdtem a következő évi konferenciát szervezni, tehát nem volt tartós ez a dolog, de gondoljunk erre. Tehát ez fogyaszt, a kapcsolatnak a lezárása, az elvisz egy darabot, és szükséges újra tölteni magunkat és megújulni. A harmadik pedig ugye a terápiás kudarcok, vannak ilyenek is bőven, egyáltalán nem vagyunk ebben tehetetlenek, és az ember nagyon nézi magát, és nagyon megszenvedi. Egy páciensem, egy nő jött hozzám, ilyen 39 évesen, és azzal jött, hogy mint Domján Edit, 40 éves korában öngyilkosságot szeretne elkövetni a születésnapján. Na most hát egy ilyen konkrét előre kitűzött öngyilkosság, azért nem egy bátorító mozzanat, terápeuta, és akkor elkezdtünk dolgozni, és hát jött, nagyon komolyan dolgoztunk, semmi nem volt, és akkor egyszer csak nem jön. Ez még a 80-as években volt, amikor vonalas telefon volt, és az is csak ritkán, tehát nem mobiloztunk ennyit,
És én ott ültem, és vártam, és már egy negyed órája se jött, és nem szokott késni, és egyszer csak belém villant az, te szent Isten, hát ennek most van a 40 éves születésnapja. És én ezt elfelejtettem, tehát nem beszéltünk róla, nem készítettük fel. A hátamon végig csorgott az izzadság, és szorongtam, emlékszem, egy nagyon kemény szorongásos órán volt. Aztán ugye letelt az óra, jött a következő páciens, akkor már az kompenzálta, és hazamentem, és otthon is nagyon megkínlódtam, és néztem, hogy mi lehetett, én hol követtem el, miért nem figyeltem erre, mi lehet a következménye, szóval akkor ilyenkor végigéli az ember az egészet. És földre tettem magamnak a kérdést, hogy másnap mit csináljak, fölhívjam telefonon, vagy ne hívjam föl, mert ott már vonalason föl tudtam volna hívni. És eldöntöttem, hogy nem hívom föl. Mert ha megtörtént, azon én úgyse segítek, a fölhívás csak az én igényem lett volna. Nem, nincs köze a terápiához. Tehát vártam a két napot, és jött az óra, nézem, és az illető megjött, és kiderült, hogy valami banális dolog volt, és nincsen semmi baj. De az én kínjaimat ez nem csökkentette, hogy én vajon mit követtem el, vagy mit nem követtem el. Menjünk tovább. Szeretném egy pár szót a kiégésről is mondani, ez valamennyiünket veszélyeztet. A munka egyhangúságából adódik, és ez egy érzelmi folyamat, és egy alattomos folyamat. De, és nem egy általános, tehát valaki ilyen, ez a munkája, akkor biztos kiég. Nem így van, tehát nagyon különbözőképpen reagálunk emberek ehhez. De azért ez nehézé válik, és különösen ez a kizsákmányoltság érzés, ez nagyon, nagyon hamar jön, és akkor szeretnék még három dolgot mondani, ami mind a két foglalkozásban benne van. Ez az egyik a hitelességi deficit, amikor érezzük, nekem hitelesnek, nekem mindig a toppon kéne, nekem mindig meg kéne mutatnom, és közben meg belül érzem, hogy ajaj, jaj, csak ki ne derüljön. Ki ne derüljön kollégákkal szemben, ki ne derüljön páciensekkel szemben, klinikus, stb. Ki ne derüljön. A másik a professzionális kétség, amikor elkezdünk kételkedni a kedvenc és idealizált professziónkba, amit Falus András elmondott az elején, ugye a feldicsérés, a leértékelés, stb. Démonizálás, ez benne van, ez a kétség, ez bizony benne lehet. És harmadszor pedig a hiányos képzettség, ez is egy alattomos dolog, megvan a papírunk mindenről, na, de hát a világ halad közben előre. Szeretnék a kiégéssel kapcsolatban ezt az idősémát mutatni. Ez az időmenedzsment kérdése, ez egy ilyen divatos dolog, de nagyon jó dolog. Tehát mi orvosok, de a lelkészek egészét is oda tudnám tenni, nekünk minden fontos, mert állandóan segíteni kell. Az nem bár, ugye? A rendes többi foglalkozás az ezt beoszthatja magának, és rangsorolja, hogy mi a fontos. Nekünk mindig minden fontos. Kérem szépen, a kiégésnek egy könnyed előszobájáról beszélünk ilyenkor. Na mostan ugye a megújulásra is azért szánjunk 2 percet, mert ez az egész téma megújulásról szól. Lehet megújulni, és szükséges megújulni, először is érdemes azonosítani, hogy miből kell és hogyan kell megújulni, és ne férjünk tőle. A kifáradásnak az egyik tünete az, hogy a megújulás is nehéz, a változtatás is nehéz. Tehát el kell indulni azon az úton. És hol kell megújulni? Magunkba kell megújulni. Nem a környezetünk fog megújulni, meg hogy elmegyünk külföldre, meg kialusszuk. A megújuláshoz idő kell, a megújuláshoz időnként külső segítség kell, de a megújulás mindig egy belső folyamat és egy belső befektetés a jövőért. Tehát érdemes ezen végigmennünk, és érdemes ezt megcsinálni, ezen dolgozni kell.
És hát ez sokszor paradigmaváltást jelent, egy új nézőpontot jelent, erre bizony itt vannak az útjai, erre majdnem egy külön konferenciát lehetne tenni, hogy ez aprajába hogy néz ki, de azért én csak egy dia villanásáig tudom ezt mutatni, és a kiégéssel szemben is lehet, és hadd mondjam azt, hogy a legjobb kiégés elleni könyvekből egyébként meg előadásokból, tessék, az én hadd mondjam, mint pszichoterapeuta markánsan, kiégést megelőzni, meg gyógyítani nem lehet. Kiégést megelőzni, gyógyítani, speciális kiégés tréningekkel lehet. Pszichiátereknek csináltunk ilyet, és egészen speciális, és életproblémákat is bele kell venni és föltárni. Tehát most nagyon divatos, rengeteg ismeretterjesztő előadás ebből, de ez kevés lesz valószínűleg. Viszont fontos, a magasabb cél az életünk értelme borzasztó fontos, és a spirituális megújulás fontos igazában a kiégés tekintetében. És nagyon érdekes, hogy egy egyéni élet értelmének egy célt kell szolgálni, értelmet betölteni, értéket megjeleníteni, saját értékekkel egyezni, és sokszor kiegyezni, és és az egésznek valami magasabbnak a szolgálatába állni, egy fölérendeltséget elfogadni, és azzal, és még egyet, nagyon sok mindennel megbékülni, magunkba megbékülni. Ez a belső megbékélési folyamat, ezt még szívesen mondanám egy előadás hosszat, de ez nagyon fontos. És végezetül ez az utolsó diám, ugye itten három Biblia verset hoztam, ezek valószínűleg ismerősek, én egy mondattal a Efézusi levélhez szeretnék fűzni. Kérem szépen, az Efézusi levélben az van, hogy megújuljatok. Tehát ti csináljátok, ti kezetekben van, tehát szükséges ez a folyamat, kicsit fájdalmas, kicsit nehéz, kicsit új, olyan, mint a hideg víz, de fölfrissít, és egy egész másképp mehetünk tovább az utunkon. Köszönöm szépen a figyelmet!